tappancsot is megsétáltatták az önkéntesek a Herosz által működtetett fehérvári állatotthonban. Az idén 30 éves szervezet bátran támaszkodhat az állatbarátok segítő támogatására, amely ezúttal több formában öltött testet. Úgy hirdettük meg ezt a napot, hogy szeretnénk a kennelsornak a külső kifutóit lefesteni. Ezt sikerült teljesíteni néhány óra alatt, mert hogy a régi önkénteseink közül is sokan kijöttek, és újonnan jelentkező is volt 11-12 ember. Nekik tartottunk az önkéntes koordinátorokkal egy tájékoztatót, de utána besegítettek a festésbe, és a következő pedig az volt, hogy egy kicsit elmentek macskázni, cicázni. A takarodó úti telepen közel 100 kutyáról és több mint 100 macskáról gondoskodnak. Közülük előbb-utóbb sokan gazdára találnak, de például Treat, az Amstaff keverék kutya több mint 5 éve itt lakik, többnyire visszahúzódó, ezért nem hívja fel magára a figyelmet. A macskáknál Pehely a legrégebbi lakó, másfél éve van a telepen. A Herosz országos igazgatója szerint a kóborállatok vonatkozásában manapság nem kritikusabb a helyzet, mint korábban, csak sokkal érzékenyebb a társadalom. Nem annyira emelkedik a tarthatatlan eseteknek a száma, mint amennyire a társadalom érzékenysége nőtt, hála a jó Istennek. Tehát ami mellett az emberek elmentek annak idején 5-10-20-30 éve, és abszolút természetesnek tartottak, vagy rá se rántottak, ma amellett megállnak, segíteni akarnak, és problémának tekintik. Az önkéntesek az esetek túlnyomó többségében nem állnak meg a telephelyi munkánál, szinte mindannyian befogadó gazdikká válnak.